játék. Ez nem ér! Miki, te csalsz! Apa! Miki már megint csal! Én így nem játszom tovább! Harsokt a sírástól elfúló hangon Misi, majd berobogott a fürdőszobába, és hatalmas lendülettel becsapta maga után az ajtót. Elég nagyot szólt. Valósággal beleremegtek a falak. Misi maga is megijedt, nem egészen így tervezte, de annyira fel tudta bosszantani a bátyja. Igazságtalannak érezte. Nem elég, hogy nagyobb és erősebb, meg okosabb nála, minden alkalommal túljár az eszén, amikor társas játékoznak. Ráadásul kineveti őt gúnyosan, amitől Misi csak még zabosabb lesz. Persze Miki imádja ezt, ezért újra és újra rátesz egy lapáttal, hogy azután azt lehessen mondani, na tessék, Misi már megint bedurcázott, nem lehet vele játszani, mert még kisfiú, lépten nyomon megsértődik, és úgy sír, mint egy kislány. Általában ennél a mondatnál szokott elszakadni az a bizonyos térna, és megállíthatatlanul kibudjanni a könnye, amit erőnek erejével próbál visszatartani. Így lesz a bátyának látszólag megint és mindig igaza, amit olyan nehéz kibírni. Igazából nem is lehet, mert ilyenkor futni kell. Jó messzire. Legalább a fürdőszobáig, hogy ott egy kicsit egyedül legyen és sírjon. Nem lányosan, hanem fiúsan. Misi sosem értette, miért mondják, hogy csak a lányok sírnak, amikor ez egyszerűen nem igaz. Miki is sírta a múltkor a szobájában, amikor Csenge szakított vele. Misi nagyon is jól hallotta, csak nem tudta, mit kell ilyenkor mondani, és inkább lapított mozdulatlanul hosszú órákig, mert Miki jó sokáig bőgött. Egészen pontosan nem tudta, hogy meddig, mert Misi addig színlelte az alpást, míg végül tényleg elnyomta az álom. Apa pedig... Miki ballagása előtt sírt, amikor megkötötte a nagyfia ballagós nyakkendőjét, mégse csúfolta ki senki. Persze Misi is úgy tett, mintha nem vette volna észre, de kristály tisztán látta a legördülő köncseppeket. Akkor igazán tehetne a bátyja is úgy, mintha nem venné észre, amikor legörbül Misi szája, és elkezdenek folyni a könnyei. Így morfondírozott magában, miközben lekuborodott az ajtó elé egy esetleges második támadásra készülve. Nem kellett sokáig várnia, már hallotta is a tesója lépteit. Egy másodpercet sem tétlenkedett. Teljes erővel belecsimpaszkodott a kilincsbe, hát ha egyszer végre ő lesz az erősebb és csukva tudja tartani. Legnagyobb meglepetésére azonban Miki nem akart rárontani, hanem csak bekopogott az ajtón. Misinek a torkában dobogott a szíve. Nem igazán szerette ezeket a tesós harcokat, mert pontosan tudta, hogy nem nagyon van esélye. Mégis hajtotta valami, de legalábbis nem szerette magát könnyen megadni. – Misi, gyere ki! – szólalt meg kintről Miki hangja. – Nem megyek! – mondta durcásan Misi, és biztos, ami biztos, nem engedte el a kilincset. – Gyere ki, Nem bántalak! Játszunk tovább! Vagy játszunk mást! – Misi biztos volt benne, hogy ez valami trükk, és a bátyja valamit kitervelt, hogy megint bohócot csináljon belőle, ő pedig megint sírni fog, és akkor kezdődik megint minden előről. Akkor már jobb, ha eleve bent marad. Nincs kedvem játszani, felelte, még mindig, aki nincs bekapaszkodva. Pedig nagyon is lett volna kedve hozzá. Egész héten arra várt, hogy végre itthon legyen a tesója, ne kelljen edzésre mennie, vagy trombitára, vagy angolra, és legyen ideje vele játszani. Ezt Miki valószínűleg pontosan tudta, mert ő már elég nagy volt hozzá, hogy tudja. – Gyere már! Te akartál társasozni! – győzködte az öccsét, és közben koppantott két rövidet az ajtón. – Nem szerettek társasozni! – Dócáskodott tovább Misi, és dühösen visszakopogott egyet ő is. Miki koppantott négy rövidet és egy hosszút, de nem szólalt meg. Misi az ajtóhoz lapulva figyelte a jeleket ti, 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 visszhangzott a fejében. Mi, gyere, ki, fordította villám gyorsan a jeleket, és hirtelen nagyon izgatott lett. A kilincset már elengedte, de a dacosságából még nem engedett. Nem koppantott, csak vakkantott egy határozott nemet. Szerencsére Miki nem adta fel. Tá, 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 azaz sajnálom, kopogta. Misi vette egy nagy levegőt. Már majdnem megadta magát, de még egy kicsit dolgozott benne az a rossz érzés, a sértettség, amit olyankor érzett, amikor igazságtalanul bántak vele szerinte. Azért kipréselt magából egy alig hallható jót. Miki nem válaszolt. Sem szóval, sem jelekkel. Másodpercekig nem történt semmi. Csak ültek az ajtó két oldalán illetve Misi ült az ajtó egyik oldalán, és csak remélte, hogy a testvére még nem mondta meg a kérlelését, hanem ott ül és várja, hogy ő válaszoljon végre valamit. És akkor arra gondolt, hogy milyen rossz lenne a nap hátralévő részét egyedül töltenie a fürdőszobában, ahelyett, hogy a testvérével játszana. Így hát gyorsan koppantott egy nyisd ki az ajtót, vagyis tá ti, ti tá, tát és csoda vagy sem, de kinyílt az ajtó. Mire apa megmetszette az összes kisfát meg a bokrokat, és bejött a kertből, a két fiú békésen játszott a nagy fehér asztalnál. Magában megjegyezte, hogy lám, milyen szépen el vannak most együtt. Aztán neki látott elkészíteni a vacsorát.